Nagyon nagy hagyománya van szerintem a városban ennek a városi mesemondó versenynek, mondta Szabó Péterné gyermekkönyvtáros. Általában nincsen tartalmi meghatározás, hogy ki milyen mesét mond, egyszerűen csak kedvenc mesékkel szoktak jönni a gyerekek. Ebben az évben azonban pontosan azért, mert már annyira várjuk a jó időt, és annyira várjuk a tavaszt, hogy már a kiírásban is megfogalmaztuk, hogy leginkább tavaszváró meséket szeretnénk. A mottója ennek a versenynek most a Meddig ír a rigó fütty, ez Kányádi Sándornak az egyik meséjének a címe, hiszen Kányádi Sándorra is emlékeztünk, aki 5 éve hunyt el. Újdonság az, hogy az óvodások ezen a versenyen eddig még nem szerepeltek, most viszont az óvónéni kérésére sok ügyes gyerek áll majd színpadra. Újdonság az, hogy óvodások ezen a versenyen eddig még nem szerepeltek, most viszont a óvónéni kérésére, és hát nagyon izgulunk, mert reméljük, hogy jól fog sikerülni, sok ügyes gyerek áll majd a színpadra. A díszlet azért segíti őket, a tanítónénik, óvónénik is itt vannak az első sorban, hogyha véletlen valaki túlizgulja, esetleg megáll, akkor tudnak neki segíteni. Szeretjük ezt a termet, a gyerekek is szeretik ezt a kis színpadot, mert azért mégsem egy olyan magas, mint hogyha a Dérinébe kellene fölállni a színpadra, hiszen az elmúlt hónapokban az egyik versenyünket ott kellett, hogy rendezzük ugye a megtakarítások miatt, úgyhogy ezt a színpadot örömmel veszik birtokba, általában előtte már egy kicsit átszaladgálnak a gyerekkönyvtárba, ki lehet próbálni is a színpadot. Egyébként ők az a generáció, akik szerintem mindenféle izgalom nélkül állnak föl a dobogóra, nem zavarja őket a mikrofon, és az a korosztály még, aki bátran mesél. Sokszor még egy kicsit túl is játszva, de attól lesz igazán egyedi a mese, hogy élvezi a gyerek, amit mond. Mind a 3 nap más zsűritagok vannak. Az első-második osztályosokkal kezdik, itt Kis Ferencné a zsűri elnöke, aki a Kovács Mihály tagintézményben volt tanító. Fogalmazott a könyvtáros, aki szólt a zsűriről is. Az első-második osztályosokkal kezdjük a mai nap a versengést. Itt Kis Ferencné Mira néni a zsűri elnöke, aki a Kovács Mihály tagintézményben volt tanítónő, Fülöp Ilona a kolléganőm, és Pusztai Tünde, nagyné Pusztai Tünde, óvodapedagógus a mai napon a zsűri. Az óvodásoknál olyan szerencsénk van, hogy Szarka Lászlónét, a nyugdíjas óvodavezetőt vissza tudtuk csábítani erre az egy alkalomra, úgyhogy ő lesz a zsűribe, Koszna Anita lesz még, jó magam is beülök a zsűribe, Fülöp Ilona többször is fog zsűrizni, Ferenci Péterné Irénke, aki a református iskolának a tanítónénie, de ő természetesen csak az óvodásokat fogja zsűrizni.